Népszerűsítenék a szelektív hulladékgyűjtést, interaktív vetélkedő a Bolyai iskolában. Tavaszköszöntő sütemény-sütő verseny, 12. alkalommal várták a finomságokat. Véget ért az egészséghónap, véradást szerveztek a Hildegárd óvodában. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Sokat számít a gyerekek környezettudatossága, ezért szükséges felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára már az alsó tagozatos diákok korában is. A népszerűsítés érdekében egy interaktív vetélkedőt szerveztek a Bolyai iskolában, amely az öt kukás játékok nevet kapta. A Bolyai iskola udvarán gyülekeztek kedd délelőtt az alsó tagozatos diákok, akik az úgynevezett ötkukás játékokon vettek részt. Az interaktív játék lényege, hogy népszerűsítsék a diákok körében a szelektív hulladékgyűjtést. A tanulókat elsőként Nagy István köszöntötte, aki elmondta, ezzel a programmal nem csak a gyerekek, hanem a szülők figyelmét is szeretnék felhívni a környezettudatosság fontosságára. A Földművelési Minisztériumnak nagyon fontos küldetése az, hogy mindent megtegyen élhetőbb, szebb világért, és természetesen nagyon hangsúlyos a környezetvédelemben betöltött szerepünk. Ahhoz, hogy ez a munka eredményes legyen, nyilván a gyermekekkel kell kezdenünk, ővelük kell megtanítatnunk nagyon sok mindent, ami a jövő szempontjából nagyon fontos. És ezért hívtam is a gyerekeket szövetségbe, hogy közösen tanítsuk meg a szülőket. A Bolyai iskolában nagy figyelmet fordítanak a gyerekek környezettudatos nevelésére. Így rendszeresen részt vesznek olyan városi programokon is, mint a folyónap. Továbbá számos olyan rendezvényt szerveznek iskolán belül, ami azt segíti elő, hogy a gyerekek olyan felnőtté váljanak, akik vigyáznak a környezetre és tesznek azért, hogy az épp maradjon. Én azt gondolom, hogy ez a generáció már egyre inkább ügyel a környezetére. Én optimista vagyok a jövő generációjával szemben. Én azt gondolom, hogy ha tudatosan erre neveljük őket, akkor ennek meg lesz az eredménye. És már talán a felnőttek közül, az ő szüleik közül is egyre többen rájöttek arra, hogy bizony tenni kell a földért, mert nem csak a föld van értünk, hanem mi nekünk is tenni kell a környezetünkért. A diákok a megnyitó után belevágtak a játékos versenybe. Olyan feladatokat kellett megoldani, mint például a twister, képkirakás óriás dobókockákon, vagy éppen kijelzők segítségével és csapatmunkával a megfelelő helyre kellett helyezni a hulladékfajtákat. Az eseményre ellátogatott Kovacsics Mónika, az EU-Fire Mosonmagyaróvár játékosa, és Várhidi Péter, a Krédóbusz Mosonmagyaróvár vezetőedzője is. Én Mosonmagyaróváron játszom, és ott az igazgató mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy szeretnék eljönni erre. Én meg szívesen mondtam igen. Szeretem a gyerekeket, van egy 9 hónap kisfiam, és szeretem példát mutatni a fiatalságnak, hogy kell a természetet óvni és védeni. Kinder tojás kapszula. Az átlagnál ugye ismertebb emberek vagyunk, ezért muszáj, hogy mi is példát mutassunk a gyerekeknek, úgyhogy ennek örömére szívesen jöttem el, és próbálom én is átadni azt a tapasztalatot, ami az embernek az életében megadódott, és hát tanuljanak a gyerekek, hogy mi is ott élen járunk ezekben a dolgokban, amikkel a környezetet védjük. A diákok pedig bátran és jókedvűen láttak neki a feladatoknak. Legyen szó akár óriás dobókockás kinevet a végénről, totóról vagy szerencsekerékről. Stábunknak elmesélték, milyen feladatokon vettek részt, és hogy szerintük miért helytelen, ha nem vigyázunk a környezetünkre. Mert hát akkor a virágok elhullanak, meg a fákról esnek az levelek, meg kiszáradnak a fának a gyökerei. Például ott ki kell rakni ilyen kockákból egy ilyen képet, itt a tableteken kell csinálni ilyen feladatokat, és akkor ott ilyen twister, meg ott hátul ilyen társasjáték. Az öt kukás játékok programjain a Bolyai iskola két év folyama mintegy 380 diák vett részt. Áprilisban pedig megtartják az intézményben a fenntarthatósági témahetét, ahol szintén számos programmal hívják fel a diákok figyelmét a szűkebb, illetve a tágabb környezetük védelmére egyaránt. Idén már 12. alkalommal várták a süteményeket a Nők a Városért Egyesület tagjai hagyományos sütemény-sütő versenyükre. A kóstolás alatt befolyt összeget idén is jó célra fordítják a hölgyek, összesen két családot támogatnak a húsvéti ünnepek alatt.
Torták és krémes sütemények, hagyományos és modern formák. Ezek mind megtalálhatóak voltak szombat délután a Flash központban, a Nők a Városért Egyesület tavaszköszöntő rendezvényén. A szervezet 12 évvel ezelőtt indította útjára azóta is népszerű programját, a süteménysütő versenyt, idén pedig így már 12. alkalommal várták a finomabbnál finomabb, szebbnél szebb alkotásokat a szervezők. Az esemény azonban a szórakoztatás mellett egy fontosabb célt is szolgál. Csatlakoztunk a családok évéhez, és itt most két rászoruló családot fogunk húsvétra nagy bevásárlást csinálni nekik abból az összegből, amit itt összegyűjtünk, de még emellett még két családot fogunk támogatni, akiket még a báli bevételből. Úgyhogy most büszkén mondom, hogy négy család fog húsvétra, meg hát egy komoly összeggel járulunk hozzá, hogy legyen nekik sok minden. A sütemények tálalását követően aztán a háromtagú zsűri is megkezdhette kellemes feladatát, ami nem volt más, mint hogy a kóstolót követően eldöntsék, hogy idén kinek ítélik oda a legjobbnak járó díjat. Természetesen az ítészeknek a 12. süteménysütő versenyen sem volt könnyű dolguk. Külső, és hát nyilván az összetevők, a belső. Persze ez mindenkinek más az ízlése, tehát én szeretem a kávésat, de nyilván, hogy többit is megnézzük, meglátjuk, mi jön össze. Finomak! A sütemények és a jótékonykodás mellett természetesen idén is előtérbe került a szórakozás, ugyanis amíg a zsűri a finomságokat kóstolta és értékelte, addig Mohácsi Attila, a Győri Nemzeti Színház színésze szórakoztatta a közönséget. Egészséghónapot tartottak a Hildegárd óvodában, aminek keretein belül az óvodások sportnapon vehettek részt. A szülők egy előadást hallgathattak meg, aminek fő témája a mesék szerepe volt a gyermekek lelki fejlődésében. Az intézmény munkatársai számára egy egészségnapot tartottak, a programsorozat zárásaként pedig egy véradást szerveztek. A Hildegárd óvoda pedagógusai egy egészséghónapot szerveztek, ami február végétől március közepéig tartott. Ennek keretein belül számos programon vehettek részt mind a gyerekek, a szülők és az óvoda munkatársai is. A gyerekeknek egy sportnapot szerveztek az UFM arénában, az óvoda munkatársainak szintén egy egészségügyi napot szerveztek, a szülőknek pedig, mint arról televíziónk már korábban beszámolt, egy előadást tartott dr. Kádár Anna Mária, aki a mesék szerepéről beszélt a gyermekek lelki fejlődését érintően. Az egészséghónap azonban a végéhez ért, és záróprogramként egy véradást szerveztek a kollégák és a szülők részére. Óvodánk már második alkalommal szervezi meg a véradást, tavaly előtt szerveztünk, szintén Mészáros Gabriella kolléganőnk segítségével. Akkor sokan jöttek vért adni, és úgy gondoltuk, hogy érdemes ezt megismételnünk, hisz ahol tudunk, segítünk. Mindenki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát és betöltötte a 18. életévét, valamint új tetoválás és testékszer esetén várni kell fél évet. A véradáshoz szükséges személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya. A véradás előtt javasolt a bőséges étel és italfogyasztás. A programsorozat utolsó része is sikeresnek bizonyult, hiszen a szülők és a munkatársak is nagyon segítőkészek voltak. Én csak pozitív tapasztalatokat mondhatok, nagyon segítőkészek. Annak ellenére, hogy most is azért elég sok a beteg, szerintem most is teljesíteni fogjuk a tervet. Az egy hónapos programsorozatot nagy felkészülés előzte meg. Az óvodában ugyanis már 2017 őszén elkezdték a szervezést, hogy minden a tervek szerint valósuljon meg. Bár az egészséghónap véget ért, a programok és a tevékenységek tovább folytatódnak az óvoda életében. Természetesen, hogy nagyon sok program előtt állunk, mert nagy csoportosok zarándoklata, gyerekhét programjai, ahol szintén majd lesz egy egészségnapunk, különböző partnerek meghívásával zajlik ez az egészség. Nap majd a gyerekeknek kint az udvaron, tehát sok minden van még a tarsolyunkban, ami ebben a nevelési évben megvalósítandó feladat. Az óvodában nagy figyelmet fordítanak a gyerekek mozgásigényének kielégítésére. A kerékpárpályán minden nap kerékpározhatnak, nagy mozgásterű udvaruk van, ahol egy labirintusban futkározhatnak. Mindennapi testnevelés folyik a csoportokban, minden csoportnak egy héten egyszer nagy tornája van a tornaszobában, illetve az óvoda sikeresen csatlakozott az MTE Bozsik programjához, így a gyerekek egy sport délelőttön vehetnek részt minden hét hétfőjén.
Legkényelmesebben a netes kitöltővel módosítható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elkészített SZJA bevallási tervezet, sőt a tavalyi bevallás önellenőrzése is ezen a felületen a leggyorsabb. Az ÁFA fizetésére kötelezettek és az őstermelők bevallási tervezetüket a legegyszerűbben az e-SZJA felületen egészíthetik ki és módosíthatják. Ezen lépések nélkül az ő tervezetük nem válik automatikusan bevallássá május 22-én. A többi adózónak nincs teendője, ha a tervezet számaival egyetért. Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni bankszámlaszámot vagy postacímet, attól függően, hogy az egyén miként szeretné megkapni az összeget. Érdemes minél előbb ügyfélkaput nyitni, mert így azonnal elérhetővé válik az SZJA bevallási tervezet, és a módosítás néhány gombnyomással kényelmesen otthonról is elintézhető. Értesítik a lakosságot, hogy a március 30-ai nagypénteki kommunális hulladékszállítást a szállítás napján, azaz pénteken végzi el a közszolgáltató. Az április 2-ai húsvét hétfői kommunális hulladékszállítást március 31-én szombaton végzi el a közszolgáltató. A fent jelzett időpontokban a szokásosnál több járművel és a korahajnali órákban végzik el a munkálatokat, ezért kérik, hogy a tárolóedényeket előző nap estéjén helyezzék ki a közterületre. Hazai környezetben lépett pályára vasárnap a Credo busz Moson-Magyaróvár, ezúttal a szolnoki MÁV ellen. Az első félidőben csapatunk irányította a játékot, majd a második félidőben is folytatódott a fölényünk, de igazán nagy helyzetet nem sikerült kidolgozni. A 66. percben a szolnoknak sikerült megszereznie a vezetést, a mieink mindent megtettek az egyenlítés érdekében, azonban sikertelenül, így a szolnok szerezte meg a 3 pontot. A Credo busz Moson-Magyaróvár hazai pályán legközelebb április 1-én mérkőzik meg a Budaörssel. Röviden a csütörtöki időjárásról. Az előrejelzések szerint csütörtökön borult, felhős időre van kilátás, élénk légmozgással. Moson-Magyaróváron és környékén csapadékra is van kilátás. A nappali csúcs 12 fok körül alakul. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Nagy Kornél, a Madárbarát blog szerkesztője, akivel Horváth Meggyesi Kata beszélget. Ezután a Székely Konyha című főzőműsor következik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!